Szeretettel köszöntjük a kedves mozogni vágyó nézőket. A lányokkal a mai napon tartásjavító tornát fogunk végrehajtani. A váll, a hát, izmait fogjuk megmozgatni. Gyere, mozogj velünk, mert ez itt a sport pont neked! Kiinduló helyzetünk, csipőszéles terpeszállás, magas tartás. Figyeljünk oda, hogy a lábfejek párhuzamosak legyenek, has és farizmokat húzzuk be magunk alá. És nyújtózunk bal kézzel fölfelé. Egy, vissza, jobb kéz, vissza. Egy, kettő, három, négy. Törekedjünk minél jobban felnyújtózni, magasra, és húzzuk be a hasizmainkat, farizmainkat és a combizmainkat. Nyújtózunk föl, vissza, föl, vissza, utoljára, kettő, három, és elég. Leengedjük a karunkat, és fordítjuk a fejünket balra lassan. Egy, középre, vissza, kettő, jobbra, három, vissza, négy. Figyeljünk oda itt is arra, hogy húzzuk ki magunkat, törekedjünk fölfelé, nyújtózni fejjel, és közben forgassuk a fejünket lassan balra, vissza, jobbra, vissza, egy, kettő, három, négy, utoljára, kettő, három, és elég. Vállhoz tartás van. Könyökkörzés előre, érintjük a könyökünket a test előtt. Egy, hátrafelé lassan, és a lapockát érintjük hátul. Megint előre, és hátul. Törekedjünk itt is arra, hogy a törzsünk izmai feszesek legyenek. Fenék, has, izmai, és egyenes a törzs. Megy a könyök elől, hátul a lapockát érintjük. Egy, kettő, három, négy, egy, kettő, három, négy, utoljára, kettő, három, és elég. Ellenkező irányba is végrehajtjuk a gyakorlatot, tehát hátrafelé körzéssel, könyök érint elől, magasan a könyököt vezetjük hátra, lapocka elől, lapocka, hasizom behúzva, és megy a körzés. Akinek esetleg a vállával probléma van, annak nem kell csinálni, csak ameddig jól esik, addig hajtsa végre a feladatot velünk együtt. És jön a könyökünk, még egyszer, hátul a lapocka, és elég. Derékszög tartás. Ügyeljünk arra, hogy a könyökünk a vállunkkal egy magasságba kerüljön, és végig tartsuk így fönt. És összezárjuk a könyököket. Egy, visszanyitjuk, kettő, elől, és nyit, elől, és nyit. Ügyeljünk arra, hogy a könyök fönt legyen, hátul próbáljuk a lapockánál zárni. Nagyon szép, nagyon jó. Fönt van a könyök, zár, és nyit, zár, és nyit, emel a könyök, nyit, és utoljára bezár, és leengedjük a kart. Marad a kiinduló helyzetünk, jobb kar magas tartásba, bal kar mély tartásba. Lassan oldalirányba döntünk, egy, kettő, három, négy, nyújtózunk jó messzire, vissza, öt, hat, hét, nyolc. Törekedjünk a nyújtózásra, nagyon messzire, és vissza fölfelé, magas tartásba is minél magasabbra. Figyeljünk oda a has és a farizmokra, itt is összeszorítva végig feszesen csináljuk a gyakorlatot. 3, 4, vissza, 6, 7, 8, és még egy utolsó nyújtózás. 3, 4, és vissza, 6, 7, 8. Gyakorlatot ellenkező irányba is elvégezzük altartás cserével, és nyújtózunk 1, 2, 3, 4, vissza, 6, 7, 8, nyúlik gerinc 3, 4, 5, 6, 7, 8, még kétszer, és vissza 7,
8 jó magasak leszünk, és utoljára jól megnyújtjuk a gerincünket, és vissza. 6, 7, 8. Ügyeljünk a csípőszéles terpeszállásra, párhuzamos lábakra. Összekulcsoljuk az ujjakat, magas tartásba fölemeljük a tekintetünket, belenézünk a tenyerünkbe, jó magasra nyújtózunk, és indítjuk lefelé a kart, végig kísérjük a tekintettel. 1, 2, 3, 4, állunkat behajlítjuk, és vissza fölfelé. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyújtózzunk meg jól közben. Érezzük, hogy nyúlik a gerincünk. Tekintetünkkel nézzünk a tenyerünkbe végig. És lefelé. 3, 4, vissza. 6, 7, 8. És utoljára, amikor már jól megnyúltak a gerinc szakaszai fölfelé, megnyújtózunk. És elég. Magas tartásból indítjuk, bal karunkat hátra engedjünk, és utána nézzünk a tenyerünkbe. 1, visszaemeljük, 2, ellenkezőleg 3, vissza 4. Figyeljünk a törzsizmaira, hasizom behúzva, farizom behúzva, combizom megfeszítve. Nagyon szépen nézzél utána, nagyon jó. Elég, hogyha válmagasságig jön a kar, úgy van, és vissza, enged, vissza. Ne engedd annyira le, elég, hogyha válmagasságig jön, nagyon jó. Enged, és vissza, még egyszer utoljára, vissza, és elég. Nagy terpeszállásban állunk, oldalsok középtartás, ráhajolunk a bal lábunkra, onnan óvatosan elfordulunk, 1, 2, 3, 4, és vissza, 5, 6, 7, 8, lassan, 1, 2, 3, 4, vissza, 6, 7, 8, törekedjünk itt is, hogy fölfelé nyújtózzon a kar, minél messzebb, mintha meg akarnánk érinteni a plafont. És utoljára 6, 4, 5, 6, 7, és elég. Ellenkezőleg is ismételjük a gyakorlatot. Másik oldalra törzshajlítás előre. Emeljük a kart, nyújtózunk 3, 4, vissza 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lassabban egy picit sietsz, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, utoljára 2, 3, 4, 5, 6, 7, elég lesz. Első középtartásba kifelé fordítjuk az ujjainkat, és domborítjuk a hátat, hajlítod a nyakadhoz az álladat, 1, 2, lassan emelkedik ki, 3, 4, visszaenged, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, domborodjon az a hát, cica hát, nagyon jó, fönt. Még egyszer egy nagy cica hátat domborítunk, kihúzzuk, és utoljára. 2, 3, és elég. Nagy terpeszállás oldalsok középtartásban ellentétes kar bokaérintéssel fordítunk lassan. 1, 2, 3, 4, ellenkezőleg 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, közben megtartjuk a törzset feszesen, és érintjük a lábakat nyújtott térdel. Utoljára 2, 3, 4, 5, 6, 7, és elég. Csípőszéles terpeszállás, behajlítjuk az állunkat a nyakunkhoz, és csigolyánként lassan 8 ütemben törzshajtást végzünk előre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
nyolc, lassan vissza, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, egy, kettő, előre, érezzük, hogy a csigolyáink mennek lefelé, mozognak, és szépen fölfelé jövünk, kiegyenesedünk, kihúzzuk magunkat, és még kétszer hajlítunk, próbáljuk meg a talajt megérinteni, ha nem megy, az sem baj, és még egyszer utoljára jól hajlítsunk előre, és húzzuk ki a törzsünket egy nagy vállkörzéssel, és elég. Légző gyakorlat lesz, fölfelé beszív a levegő, és kifúj. Beszívjuk a levegőt, jól megnyújtózunk itt is, és kifújjuk a levegőt. Még kétszer beszív, kifúj, és utoljára beszívjuk a levegőt, és kifújjuk. Reméljük, tetszett önöknek mai tartásjavító tornánk. A fokozatosság elvét betartva gyakorolják heti egyszer-kétszer, majd később emelhetik a sorozatszámot 3-4-re, és mozogjanak velünk továbbra is.